Lement az előadás, és én rögtön hívtam a kórházat, hogy mi van, és mondták, hogy elment. A magyar szórakoztatóipar egyik legünnepeltebb dívája. A rendszerváltás előtt külföldön vendéglátózott. Miután énekesnőként sikerült neki az itthoni áttörés, a tévé és a színház is felfedezte magának. Az Activity és a Szulák Show háziasszonyaként láthattuk őt. Előbb a zenés színházak, majd mind jobban a prózai darabok is megtalálták őt. Jelenleg 5 színházban játszik és énekel. Nemrég jelent meg legújabb könyve. Elvált egy kislány édesanyja. Az Arckép mai vendége Szulák Andrea. Pár hónappal ezelőtt azt mondtad egy interjúban, hogy mostanra találtad meg azt a lányt, aki fiatal korodban szerettél volna lenni. És az jutott eszembe, hogy hol veszett akkor ezen? Elveszett? Nem tudom, de ha megtaláltad. Nem biztos, hogy akkor jól fogalmaztam, szerintem mostanra állt össze a kép. Tehát ez a sokféleség, amit én itt az elmúlt jó egy néhány évben csináltam, az talán mostanra állt úgy össze, ez a sok mozaik kocka, hogy amit én úgy kislánykoromban úgy álmodgattam, hogy majd ha nagy leszek, ez meg az meg amaz lesz, akkor azok mostanra lettek meg. Mi hiányzott mondjuk a korábbi években mindebből? Soha nem hiányzott semmi, csak mindig volt egy éppen aktuális mozaik kocka, hogy most éppen tázzal énekesnő vagyok, most éppen tévés megmondólány vagyok, most éppen anyuka vagyok, tehát érted? Mindenből volt egy kicsi, és most arra értek ezek a dolgok össze, hogy tulajdonképpen most minden van. Semmi nem hiányzik? Nem. Ez szerinted szerencse kérdése, vagy egész egyszerűen most jutottál egy olyan életszakaszba, hogy mindezt behozottad, és összeállt egy kerek egészé? Ez olyan fura, mert egyfelől azt hiszem, hogy nincs olyan, hogy szerencse. Azt hiszem, hogy készség van, meg képesség. Ha a készségeid az ember tudja jól formálni, tudatosan vagy nem tudatosan, mert mondjuk annyira ösztönös lény, hogy az ösztön szintjén tudja formálni saját magát, és megvan az a képessége, hogy a tudását, a készségeit ki tudja teljesíteni, na azt hívják, akkor jön a szerencse, de az nem szerencse. Az csak akkor, hogy felismered, hogy jó helyen vagyok, jó időben, meg kell tennem, megteszek érte mindent, kíméletlenül, áldozatokat hozok érte, stb. Nem tudom, nem akarok túl filozofikusan fogalmazni, de valahogy én ezt így gondolom. Tehát én mindig azt mondom, hogy milyen szerencsés vagyok. Egyetlen egy dologban voltam végtelenül szerencsés, és tudik, erre nincs más magyarázat, tehát erre nincs racionális válasz, az, hogy nekem 43 évesen lett egy gyönyörű, egészséges gyerekem, teljesen természetes úton, módon. Te ezt a szerencse számlájára írod? Nem tudom másére írni. Nem orvosok segítettek hozzá, nem volt valamilyen kúra, meg ráolvasás, meg nem tudom mi, hanem egyszerűen csak jött. Te tulajdonképpen kicsit már le is mondtál, mint erről? Persze. Teljesen? Olyan értelemben, hogy azt gondoltam, hogy arról nem, hogy anya legyek, csak esetleg arról, hogy az idő faktor miatt nem lesz nekem saját magamtól természetes módon gyermekem. Tehát adott esetben örökbe is fogadtál volna? Persze. Már tettél is lépéseket adott esetben? Hát, nem túlzottan erőszakosan, de igen. És meg tudtál volna barátkozni azzal a gondolattal egy nő esetében, egy érző nő esetében, ez különösen fontos kérdés, hogy nincs egy saját gyereke? Meg, mert a szeretet az nem, legalábbis a bennem buzgó szeretet, az nem arra koncentrálódik, hogy most az az én húsomból, véremből születő valami, hanem az lehet, hogy morbid a párhuzam, de én képes vagyok egy állatkát is annyira szeretni, mint sok ember a gyerekét, sőt, talán különböző.
Tehát nálam az nem volt kérdés, hogyha egy kis élet rám van bízva, hogy azt én milyen módon tudom szeretni. Hát olyan módon tudom szeretni, amennyire csak képes vagyok rá. És beszélhetünk arról, hogy eladdig, amikor megfogant Rozina, addig te nem szerettél volna, az élet nem akarta, hogy legyen gyereked, vagy egész egyszerűen nem álltak össze a csillagok? Ez a két utóbbi. Tehát egyrészt az élet nem akarta, mert amikor úgy lehetett volna, akkor nem lett, akkor nem álltak össze a csillagok. Volt hosszú idő, hogy egyedül voltam, tehát gyakorlatilag szeplőtelen fogantatás, az csak egy Mária nevű nőnek sikerült. Még jó régen. Tehát igen, pontosan jókor voltunk, jó helyen, jó időben. Nem frusztrálja az mindez egy nőt menet közben? Amikor nagyon akarja, és szeretne egy saját gyereket, és valahogy nem. Nem teremti meg az élet azt a kegyet. Tudod, én hívő ember vagyok. Nem ez a templom csúszómászó, hanem az, aki tényleg komolyan gondolja ezt a dolgot. Tehát nem a primer szertartásokban élem ki a hitemet, hanem a létezésemmel. És én azt gondoltam, hogy ha nem lesz, akkor valami felsőbb akarat nem segít engem ahhoz hozzá, hogy legyen. És ez nekem segített, ez felmentett az alól, hogy én mindenáron kierőszakoljam, azt már pedig nekem ez kell, nekem ez jár. Azt mondtam, hogy ha úgy... Nagyon érdekes, amit mondok, gyerekkoromban kaptam egy ilyen kis bőrdarabkát, amire rá van nyomtatva gótbetűkkel az a álbölcsesség, hogy ha nem lehet úgy, ahogy akarom, akkor majd úgy akarom, ahogy lehet. És én ezzel is így voltam, hogyha nem lehet, mert nem teremtődnek meg hozzá a körülmények, hogy nekem saját gyermekem legyen, de bennem buzog az anyai ösztön és a vágy, akkor előbb vagy utóbb majd megteremtem azt a lehetőséget, hogy a világ legtermészetesebb, legegyszerűbb, legsimább módján lehetek én valakinek az anyukája. Ilyen értelemben tudsz nekem mondani egy fordulópontot a te adott esetben gyerekkorodból, amikor ez a fajta istenhit, felsőbb erőben való elfogadás és bizalom, ez úgy gyökeret vert benne? Tehát, hogy akármi történik velem, ez biztos, hogy valami felső vezérlő elvnek az akarata szerint történik. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez mindig, tehát hogy minden cselekedetemet, minden gondolatomat, minden pillanatomat áthatja. Nem így van. Nem így van. Azért nagyon neki tudok keseredni, nagyon tudok pörölni a felsőbb erőkkel, hogy de már pedig ez nem így van, stb. És akkor mi nyugtat meg, mikor oda nyom veszekedtek? Most megint csak egy olyan furcsát tudok mondani, hogy én leszoktam menni az örvényeknek a legaljára. Tehát én hagyom, de hogy tudatosan, hagyom, hogy totálisan le legyek a gödör alján. És onnan maga az örvény nyom ki. Tehát amikor azt érzem, hogy ennél lejjebb már nem lehet, akkor egyszer csak jön egy pont, hogy nem is kell. És akkor megszületnek azok a csodák az én életemben, amikről most itt ülünk és beszélgethetünk. Bármelyikről, mert elég sok van szerintem. Milyen érdekes, hogy ezt mondod, készülve erre az interjúra, megakadt a szemem egy idézeten, egy nem nevesített Kossuth Díjas színésznőt említetted, aki a válását úgy idézte fel, elmesélte neked, hogy rázuhant a kanapéra, zokogott, és amikor már tényleg jártányi ereje sem maradt volna a nagy fájdalomtól, egyszer csak azt érezte, hogy neki el kell menni pisilni. Tulajdonképpen a te magánéleti válságod, ha volt ilyen, az hasonlóképpen történt? Tehát az örvény mérjére mentél, aztán egyszer csak volt egy kioldó mechanizmus, egy banális dolog, ami úgy visszatérített a hétköznapi cselekedetek. Melyik válságáról beszélgetünk? Annyi volt? Persze. Persze, sok. Úgy kívülről nekem mindig olyan nagyon egésznek tűntél. Az is vagyok. Úgy nagy, ezt nem nagyon mutatta. Tehát nem egy sebezhető nőképe. Jaj, dehogy nem. De hát ki kíváncsi majd sebezhető nőre? Szerintem a sebezhetőség és annak a felvállalása a legnagyobb erő, hogy az esendőségeinket, a sebeinket felvállaljuk és elmondjuk. Sosem titkoltam, csak nem hakniztam bele. Nagy különbség. Tehát én azt veszem észre, hogy azóta, amióta gyökeret vert a bulvár, mint olyan, amiben én is eléggé markánsan jelen vagyok, azóta az emberek nem a sebezhetőségre vadásznak legfőképpen, leszámítva azokat a nagyon szélsőséges orgánumokat, ahol ebből élnek, hogy kitbe hol lehet belerúgni, hanem inkább a sikertörténeteiket próbálják megosztani, meg egyfajta szórakoztató élettörténeteket próbálnak felvázolni.
kevés olyat olvasok, ahol valóban igazi dráma húzódik meg egy-egy nagy sztori mögött. No, de mi most nem a bulvár dimenziójában vagyunk, úgyhogy hát ha tudunk beszélgetni ilyen értelemben más aspektusból is. Azt jól gondolom, hogy neked az például, hogy apa nélkül nőttél fel, azért az egyfelől megkeményített, másfelől azért sebeket is hagyott maga után. Is, de nem. Nem? Nem, tudnék, az én gyerekkorom, függetlenül attól, hogy apa nélkül nőttem fel, egy borzasztó derűs, jókedvű, vidám és biztonságos gyerekkor volt. Ez kimúlott anyukádon? Igen. Azt lehet tudni, hogy apukádat elváltak ők, vagy elvesztettétek őket? Ezt nem ennek az a dolog szempontjából semmi jelentősége nincs, mert nem sok információt rejt magában a történet. Az információ az anyukám oldala, aki iszonyatosan sűrű személyiség volt a tekintetben, hogy egy mai modern nőnek volt ő az a fajta archetípusa, aki abban az időszakban meglehetősen úttörő volt. Tehát beszélgessünk nyíltan, a 60-as években nem feltétlenül a gyermekeit egyedül nevelő nő típus volt az általánosan elfogadott. Borzasztó erős lány volt, vagy csajszi, vagy nő, mindegy, mert hihetetlen humorral és rengeteg energiával tudta ezt a kis családi hajónkat kormányozni. Valószínű, hogy ez nekem egyfajta minta volt, és valószínű, hogy ezeket szépen viszem tovább én is a saját életemben. De tudom azt, hogy voltak olyan osztálytársak, ismerősök, ahol épp családban éltek, tehát apuka, anyuka együtt, és egy pokol volt az életük. Tehát egyáltalán nem jártak jobban azzal, hogy az egymást ölő szülők együtt maradtak, és nekem ettől függetlenül nagyon vidám és jókedvű és derűs gyerekkorom volt. Tehát nem voltak otthon nagy családi feszültségek, nagy botrányok, nagy kiborulások, stb. De egy apakép nem hiányzott? De ahogy nem tudod, mikor kezdett el hiányozni? Amikor kamasz lettem. Amikor bizonyos helyzeteket kellett valamilyen módon kezelni, vagy úgy rácsodálkozni, hogy jé, azt a fiúk így gondolják, na hát. És egyébként ezzel a mai napig van bajom. De hát egymást nem ért, tehát a férfi soha nem fog a női aggyal gondolkodni, és fordítva, ebbe egész biztos vagyok. De ilyen helyzetben ki sietett a segítségedre? Anyukád? Dehogy, hát azért, nézd, valamennyire mi barátnők is voltunk, de annyira nem. Tehát azért én azt gondolom, hogy egy kamaszlány az igazán mély és szaftos titkai dolgait, azt nem az anyukájával fogja megbeszélni, akármennyire jó fej az a mama, hanem nyilván a barátnőkkel, vagy azokkal a nagyobb csajokkal, akik mondjuk az anyám barátnői, tehát ez valahogy így. Te mondd, lehet, hogy nagyon rosszul gondolom, de nekem az a tapasztalatom, hogy azok a lányok, akik apa nélkül nőnek fel, felnőtté válások során, vagy felnőttként, nem is azt mondom, hogy misztifikálják a férfiakat, de egész de. Más dimenzióba helyezik. Igen. Ezt jól gondolom? Persze. Ez veled is így van? Hogyne, persze. Igen, nem értem. Tehát nem abban nőttem fel, hogy apának is felhat a tyúk szeme, apa is lehet fáradt, apa is lehet lúzer, apa is lehet kicsi, beteg, bár akármi, hanem abban, hogy apa erős, és nagy, és okos, és majd megvéd, és wow. Hát igen, szóval nem mindig van ez így. Szóval te így ájult tisztelettel és rajongással közelítettél a férfiak felé? Ezt úgy kérdezem? Én mindig úgy közelítek. Ez szerinted az idő előre haladtával, tehát amikor az ember azért látott már karonvarjút, akkor ez javul, vagy zárójelbe helyeződik? Egy dologban azt hiszem, hogy szerencsém volt, ha már itt ilyesmikről beszélgettünk, de valószínűleg sem szerencse kérdése, inkább csak érzékenység, hogy meg tudtam szeretni olyan embereket is az életem folyamán, akik nem feltétlenül ezt az általam idealizált képet hozták. Tehát azon túl, hogy a fetisizálás volt az előszoba, de már a nappaliban láttam, hogy ő csak egy ember. Igen, és neki is vannak bajai, meg rossz napjai, meg nem biztos, hogy meg tud védeni, meg lehet, hogy az én szárnyam alá bújva érzi jobban magát, stb. Sok ilyen volt, ugye? Sok ilyen pasas volt. Most a mennyiségről beszélgetünk, vagy a mindenségről? Hanem aki
aki ember? Keresett, oltalmat keresett. Nálam? Általad. Nem, hogy te erősebb személyiség voltál, mint ő. Én úgy gondolom. Nem gondolom. Nem? Nem gondolom. Nem. Önmagában én a férfiakról beszélgetek, tehát magyarul nem feltétlenül mindig csak olyan ideális férfi társaságban éreztem jól magam, amikről azt gondolnám, hogy már pedig az lenne a jó. Mert hogy olyan nincs. Nincs. Emberek vannak, emberi lények. Igen. Tehát pontosan ugyanolyan módon vagyunk mi erősek és gyengék, mi férfiak és nők. Csak akkor tud a dolog jól működni, hogyha menet közben megtanuljuk beszélni egymás szeretett nyelvét. Mert az oké, hogy összevillan két szempár, meg a kémia, meg ez a sok blablabla. Bla, bla. Ez az eleje. Ez mondjuk egy-két év alatt, pillanatok alatt ki tud fakulni. És ha nem alakul ki mondjuk két év alatt, vagy két év után egyfajta cinkosság, meg fegyvertársaság, meg barátság talán azt hiszem, akkor az a nagy fene nagy érzelmek, meg azok az illúziók, meg azok az egymásba belelátott képek, azok eltűnnek. Ha már a barátságot említette, ilyen értelemben egykori szerelmeiddel jó barátságot ápolsz? Nő. Nem? Nő. Vége-vége. Akkor... Vége-vége. Soha többé vissza. Volt esélyed. Igen, nem ért vele. Nem, egyébként a dolog talán annyiból komplikált. Hazudnék egyébként, mert van olyan, akikkel tartjuk a kapcsolatot. Nem is mindenki él Magyarországon, meg az idő és a tér azért ellenünk van sokszor, de ilyen napi rendszerességben senkivel nem vagyok kapcsolatban. Én általában olyan vagyok, és ez nagyon rossz tulajdonságom, én tudom, hogy nagyon sokáig húzom a dolgokat, esélyeket adok a párbeszédre, vagy a dolgoknak a rendbetételére, a feldolgozására, viszont ha ez nem történik meg, akkor lezárok. Akkor vége. Tehát az megvan alapozva, akkor, mint az Empire igen. State Building. Így. De akkor már nincs ilyen csiki-csuki, jaj, egy kicsit még dumálunk, nem dumálunk, befejeztük, kész. Volt rá, nem tudom hány év, nem tudom hány hónap, nem tudom mennyi lehetőség. Nem éltünk vele, akkor kész, akkor itt már nincs miről beszélgetni. Vissza édesanyádhoz, mert szerintem ő azért egy rendkívül meghatározó ember volt a te életedben. Szerintem minden gyerek rajong az anyukájáért. Ez a te esetedben valahogy úgy érzem, hogy ez nyilván, hogy egy sajátos szimbiózist alkottatok, ez különösképpen így van. Nem rajongtam érte soha. Nem? Nem. Nem, csak csodáltam. Nem rajongtam, mert teljesen eltérő személyiségünk volt mindig. Totális. Tehát ő a tűz, én a víz. Vagy milyen a levegő. Milyen értelemben? Pont olyannak képzelném el, mint nem? Nem. Nem, egyáltalán nem. Ő konfrontatívabb volt sokkal, mint én. Sokkal szélsőségesebb, sokkal bátrabb, sokkal temperamentumosabb, már ha ezt még lehet fokozni. De én nem. Hát én nem. Én nem. Én sokkal opportunistább vagyok, sokkal gyávább vagyok, sokkal konfliktuskerülőbb vagyok, diplomatikusabb, ha úgy tetszik. Ő berúgta az ajtót és elküldte az anyjába a pártitkárt, ha neki éppen valami nem tetszett, és nem számolt a következményeivel, hogy esetleg ez ránézve későbbiekben mit hozhat. Ezért nem sikerült neki a szakmai karrier többek közt? Is. Meg ő egy nagyon-nagyon szerencsétlen történelmi időszakban létezett. Ő egy nagyon, igen, tehát egészen... Ugye az 50-es években annyit elmondhatunk talán, hogy politikai okokból ő azért nem kapott meg minden lehetőséget. Mert nagy volt a szája, igen. Egy ilyen anya esetén nincs meg az, hogy majd az én lányom fogja valóra váltani az én elvetélt álmaimat? Sosem kényszerített rá. Úgy hátul, egy nem. Picit. Nem, de hogy nem. Is, nem. Nem, ha kényszerített volna rá, én viszont egy ilyen makacs összvér vagyok. Tehát mindent el tudok viselni, csak a kényszert, nem is a számonkérést. Tehát, hogyha engem akár finoman is depresszionált volna e felé, a pálya felé, akkor tudja, hogy 10 körömmel állok ellen. Nem, engem nem lehet befolyásolni, ha én nem akarom. Ő a nagy, igazi nagy áttörés, tehát a nagy sikereket ő megérhette? Meg. Borzol. Ez azért mondom, hogy a sors velem nagyon rendes, mert rengeteg számla készül az én életemben, és nagyon-nagyon korrekt módon egyenlítődnek ki ezek a számlák, pro és kontra. A tekintetben nem volt nagyon kegyetlen a sors, hogy pont színpadon álltál, amikor ő elment?
Már tudomásom szerint... Nagyon kegyes volt a sors. Kegyes volt? Igen. A Funny Girl-t játszottad épp. Igen. Lehet tudni erről, hogy pontosan mit tudtál színpadra lépéskor? Nagyon beteg volt már, és minden nap mentem be a kórházba hozzá. Tudtuk, hogy már gyakorlatilag napok kérdése, hogy bekövetkezzen a vég, és mentem be hozzá egy nap, még az előadás előtt a kórházba, aludt, és mondtam a nővérkének, hogy vissza fogok majd jönni előadás után, és akkor mondta, hogy ne, most köszönjen el tőle, mert hát ha nem lesz addig meg a... Tehát, hogy addigra elmegy. Áldja meg a jó Isten a nővérkét, akárhol is legyen, és akkor én elköszöntem az anyútól, mondtam, hogy megyek. És a színpadon állva... Ő akkor bármilyen szinten magánál volt? Nem. Tudott reagálni? Nem is hallotta véletlenül? Biztos, hogy hallott. Csak nem úgy. Uh-huh. És a színpadon ment az előadás, ami alapvetően végsősorban egy vígjáték, ha úgy tetszik. És arra emlékszem, hogy nem tudom, mi lehetett az arcomon, mert a Margita Jági mondat közben megállt, így elkerekedett a szeme, teljesen elsápadt, és így nézett rám, én meg rá. A dolog nem volt rendezett szituáció, csak akkor történt egy pillanat valahogyan. Lement az előadás, és én rögtön hívtam a kórházat, hogy mi van, és mondták, hogy elment anyám. És én borzasztó hálás voltam a sorsnak, hogy így. Tudnék, az anyám nem, ő állva akart elmenni. Ő nem akarta, hogy én lássam őt kiszolgáltatottan, gyengén, elesetten, maga tehetetlenül. Ő nem akarta terhemre lenni. De nem volt eszelős nagy küzdelem magadban, hogy neked ott komédiázni kell a színpadon, miközben tudod, hogy édesanyád nagyon rossz állapotban van? Én mindig olyankor komédiázok a legjobban, amikor belül őrült nagy harcok dúlnak. Ez hogy lehet? Nem tudom. Kattant vagyok, nem tudom. Ez ösztön? Szakma? Fortéja? Nem, tudod, a szakma nagyon sok mindenben az ember segítségére tud sietni, de nem mindenben. Tehát... Lehet, hogy kileng az inga? Tehát a nagy vihar és a nagy tragikum, ami benned van, a másik felé billen el, és ott nyer kibontakozást, hogy... Elképzelhető. Tehát én jobban tudok harsányon röhögni akkor, amikor éppen meg szeretnék halni, és amikor más önfeledten, magán kívül élvezi az életet, én akkor tudok úgy zokogni, valami bolondság, ez nem tudom. Nyilván ezek is feszültségek, tudod, hogy ki milyen módon adja ki magából azokat az energiákat, amik nem jól kezelhetők, vagy nem sima. Én nem tudok fedni sokáig dolgokat. Tehát rihegünk, röhögünk, ha-ha-ha, csapkodjuk egymást térdét, aztán beülök az autóba és írok hazáig. De azt senki nem látja. Igen, mert nem gondolom, hogy ez ezzel tudnak az emberek mit kezdeni. Tudod? Nézd meg egy filmet, vagy nézd meg egy olyan jelenetet. Tehát az ember áll és tehetetlen, amikor a másik zokog. Maximum átölelés megpróbálja megnyugtatni. Ha tudja, ha képes rá, de rengeteg ember nem képes rá. Hát én látom, hogy sokszor anyák nem tudják a gyerekeiket megnyugtatni. Nem azért, mert nem akarja, meg nem azért, mert nem szereti, hanem mert nem tudja. Valami van, blokk. Akkor is hiányzott egy tűzszól, amikor kimentél külföldre, fiatalon, ugye, hát vendéglátózni, mondhatjuk igen, ezt. Igen, igen, igen. Teljesen magadra utalva. Igen. Azt úgy kell elképzelni, kérdezem ezt én, aki nagyon nem látok ebbe a világba, hogy ott ettek körülöttetek, tehát a színpadon énekeltetek, és volt 30 ember, aki közben a csajával beszélgetett evet, és neked az volt a feladatod, hogy az ő figyelmét lekösd egy bárba. Olyan itthon volt az evős, a kint az inkább ivós volt, meg táncolós, meg barátkozós, ismerkedős. Tehát a közönség, akik bennünket úgy ampasszan hallgattak, azok nem miattunk jöttek oda, hanem azért, mert táncolni akartak, vagy ismerkedni. Lehetett enni is, de nem ez volt a fő vonal.
Egy ilyen kommunális tér volt tulajdonképpen, ahol mi voltunk a CD lejátszó, az élő zenekar. Te tulajdonképpen miért kellett, hogy kimenj? Az itthoni tér? Vagy felnőni. Szerintem felnőni. Ott nőttél fel? Ha. Tehát egy kicsit kilépni ebből a tűzfal által védett fészekből. Hát akkor az melbevágó lehetett neked, nem is akármennyire. Jók voltak az alapok. Tehát nem volt bennem félelem, egy pici sem. Egy pici sem. Nem is lepett meg az élet a maga könyörtelenségével? Édesanyád nélkül? Több ezer kilométerre? Nagyon furcsát fogok mondani, nem éreztem könyörtelennek. Realitásnak éreztem, valóságnak. Abszolút két lábbal álltam kint. Nem volt frusztráló. Nehéz volt. Tehát 7-8-9-10 órát állni magasarkú cipőben, miközben a főnök nézi az óráját, és folyamatosan pussol, hogy még mit akar kiszippantani belőlünk a kapitalizmus. De nem éreztem azt, hogy ez elviselhetetlen. És voltak éppen pont a rendszerváltás előtti utolsó percekben jöttem én végleg haza. Miért jöttél haza? Valószínű megéreztem azt a pezsgő levegőt, ami akkoriban itt volt, hogy rengeteg lehetőség lesz most itt, és itt, ezen a nyelven, ebben a hazában, ezek között, az emberek között, akikhez azért sokkal több kapcsolódási pontom köt, mint az amszterdami, vagy a berlini, vagy a bár akármelyik országbeli közönséghez. Ott akkor ez a külföld téged milyen perspektívával kecsegtetett? Kecsegtetett. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem, de mivel, hogy útlevelünk volt, amit nem mindig kaphattunk úgy meg, ahogy szerettünk volna, nekünk még munkavállalási engedélyeket is kellett mindig kapni, ideigleneseket, és pontosan egy, mondjuk azt mondta egyszer egy német ilyen menedzser, hogy nézze, Andrea, magából azért nem tudok itt igazándiból csinálni senkit, mert ha én azt mondom, hogy holnap délelőtt magának a CDF televízión lenne egy félórás interjúja, akkor magát nem fogja kiengedni a Magyar Belügyminisztérium. És akkor ezt tudomásul kellett venni, és akkor azt mondtam, hogy oké, hát akkor ezt engedjük el. Tehát nem voltam soha ilyen mindenáron én is elől és izé. Tehát nem, belőlem ez hiányzik. Aztán hazajöttél, és elindult egy sikeres időszak, ugye a Dizőzzel például, az hány évig ment? 8 évig ment a komédió? Igen, több mint 8 hát évig. Olvasom, hogy Sotta, Alföldi, nagyon sokan megjelentek, és hát csodájára. Megnézték, igen. Orfeum, tehát az egy más világ volt, és ezért is kérdezem, hogy az egy nagyon mondén világ volt? Mondjuk egy színpadon lévő Dizőzt, azt én úgy képzelem el, hogy mélyen dekoltált ruhába, necharisnyába, még azt is megkockáztatom, hogy időnként obszcén, kajánkodik, nem? Kicsit játszik a közönséggel, nem? Nem, az obszcén, ne, nagyon nem. Először is a Dizőz, amiről beszélsz, az egy önálló est volt, már bőven a 90-es években, amikor kvázi visszatekintettünk az alkotókkal arra, hogy milyen volt anno az én pályakezdésem a Budapest és a Nemzetközi Éjszakában. A Dizőz az az énekesnő, aki nem feltétlenül lotyó. Én sem erre gondoltam. Más szakma a kettő, alapvetően, vagyis hát jó esetben. Mert arra is megvoltak a szakasszonyok, tehát voltak a szakasszonyok, voltak a táncosnők, voltak az énekesnők. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem volt, vagy nem lehetett átjárás ezek között a foglalkozások között, de nem volt kötelező, és nem volt elvárás. Tehát csodálatos táncművészek voltak ebben az éjszakában, úgymond, akiknek nem az volt a foglalkozása, hogy a vendégeknek a kedvét keresse. Uh-huh. És csodálatos énekművészek is voltak, csodálatos artisták, stb. Egészen pontos koordinátarendszerben éltünk mi akkoriban. Tudtuk, hogy ki a üzletasszony, ki a táncos, ki a pincér, ki a valutaüzér, ki a seftes, ki a sittes, ki a zsaru. Teljesen világos volt a kép. De mondjuk téged úgy Dizőzként, úgy körülrajongtak? Tehát úgy kell elképzelni, hogy nem tudom én, kifogták a lovakat, most túlzok természetesen. Jaj, dehogy! Nem? Nem.
Ne. Tehát ne azt a klasszikus divát képzeljem akkor? Ugyan már. Á, nem. Az a klasszikus diva, akikről te beszélsz, az nálam legalább két generációval idősebb. Tehát nem voltak már ilyenek. Rendszerváltás elején ez már nem volt? Nem. Nem. Cipődből se ittak? Tehát még azt sem, mint régi primadonnáknak le? Nem. Nem. Igény lett volna rá, hogy... Dehogy nem. Nem. Már akkor is megpróbált a kultúra így ketté szakadni, hogy a magas kultúra, meg a mély kultúra. Vendéglátó, koncertművész. Miközben nagyon sok művész a vendéglátóban meggyőződéseim szerint magasabb művészi színvonalat képviselt, mint számtalan olyan előadó művész, akinek Isten tudja hány lemeze, meg koncertje, meg nem tudom milyen volt nyilvánosan. Te, amikor elkezdtél mondjuk mindebből tánzzal énekesnőként, jöttek a sikerek, megnyerted a tánzzal fesztivált, 92-ben ugye Egerbe, aztán jöttek a színpadi sikerek színésznőként, éreztél egyfajta arisztokratikus gőgöt, vagy lenézést mondjuk a szakma irányából, hogy hát jó énekelsz, de hát nem vagy színésznő. Hát pár percig csak. Igen? Igen. Elképzelhetetlen volt szinte sokak számára, régebben, hogy valaki színész diploma nélkül nagy sikereket érjen el. Nyilván van néhány kivétel, de ezek csak a szabályt erősítik. Ráadásul az volt még a nehezítő körülmény, hogy oké, hogy nincs színész diplomája, de legalább egy ismert énekesnő. Mit akar ez itt? Mit keres itt ez a tánzzal énekesnő? Ezt láttad, visszahallottad? Vissza is hallottam, meg mondjuk voltak pillanatok, amikor ugye ellestem, hogy úgy néznek rám, hogy... És ilyenkor te mit csinálsz? Azt mondod, hogy ráteszek még egy lapáttal, bebizonyítom, hogy érek én annyit, vagy azért akkor, mikor mész haza az autóba, azért elsírod magad? Mondjuk, amikor megkaptam a Funny Girl címszerepét az Operett Színházban, és elkaptam ezeket a bizonyos pillantásokat, akkor azonnal hívtam a rendezőt, Böhm Gyurit, hogy Gyuri, én ezt visszaadom. Én ehhez nem vagyok elég erős. Azt a mindenit. Visszaadtad nem. volna? Annyira megtörtél ott egy-egy pillantás megijedtem, láttam? Megijedtem attól, hogy nem... Tehát kevés lesz az, amit én esetleg tudok, vagy bele tudok a dologba tenni. Tehát egy falat még át tudok törni, kettőt is, 52-t már nem fogok tudni. És azt éreztem, hogy nem lesz hozzá elég erőm, nem lesz elég kurázsim, és mondtam a Gyurinak, hogy Gyuri, én ezt visszaadom, nem. És azt mondta, hogy jó, hülye vagy, ne törődjél vele, majd csináld végig, majd legfeljebb beteg leszel a premier előtt, és a Kulka Jani volt az, aki úgy próbált velem, hogy a szemével megfogta a kezem, nem tudok erre mást mondani, hogy egyszerűen bele lehetett kapaszkodni, és a szeméből az jött, hogy nyugodj meg, nincs itt semmi baj, csináld a dolgot, csináld azt, amiben te jó vagy, számíthatsz rám. Úgyhogy amíg élek, hálás leszek neki. És ott aztán... te visszaadod, szabad ne feled, ha ott te visszaadod, akkor lehet, hogy ez a karriertörténet például el is marad, tehát egyszer is mindenkor azt mondtad volna, hogy megmaradok én az éneklésnél, köszönöm. Nem tudom. Viszont arra kíváncsi lennék, hogy amikor benned például már ez a fajta bizonyosság megszületett nevezetesen, hogy nem érdekel engem, hogy ki hogy néz rám, én azért tudom, hogy ezt meg tudom csinálni. Akkor a kollégák esetében, a korábban rossz ízű pillantásokat rávető kollégák esetében, ez mikor fordult meg? Mikor érezted ad magyarul, hogy befogadtak? Amikor elkezdtem énekelni. Tehát egészen odáig, amíg csak a prózai jeleneteket próbáltuk összegyúrni, addig nem győztem meg őket, hogy nekem itt bármilyen fajta létjogosultságom van. Viszont amikor elkezdtem, az a pillanatra emlékszem, az arcukra emlékszem, hogy hogy ültek ott, és azt mondták, hogy ja, hát akkor értem. És onnantól kezdve, hogy nagyon szépen apránként olvadtak föl ezek a jeges szituációk, és lettek ezekből borzasztó fontos, segítő, melengető, támogató kapcsolatok. Tehát olyan, aki korábban egy lyukas garassa adott volna érted mondjuk, az ma egy jó barátod adott esetben? Igen. Ez nagy dolog. Igen. És prózai színésznőként ezt a fajta fejlődéstörténetet hogy látod saját magad szemén keresztül? Mert az egy más műfaj, azt lássuk be. Igen, csak én tudod, arra gondoltam, hogy amikor kiemeltek engem a zenés műfajból rendezők és igazgatók, akkor valószínűleg láthattak valamit azon túl, hogy itt a celeb lány, biztos majd sokan bejönnek rá. Ez egy előadás esetében még akár helytálló is lehetne. De nagyon sok előadásról beszélgetünk. Tehát azért semmelyik színházvezető nem annyira hülye, hogy csak azért alkalmazon egy celebritást,
egy sikertelen produkcióban, mert ő a celebritás. Tehát ott arról van szó, hogy a néző bejön, vagy nem jön. Hányszor jön be? Még mindig bejön? Még mindig működik? Még mindig igénylik? Még mindig tetszik? Tudod? És a prózai előadásoknál pedig ezeket nagyon figyeltem. És aztán így adtak úgy kézről kézre engem az igazgatók, rendezők egymás között, mert ők valahogy elkezdtek ebben a dologban hinni, látni. És nem lógtam nagyon ki a veretes színművészek közül. Ma milyen színésznőnek tartod magad? Hát ezt én nem tudom megmondani. Mi az erősséged mondjuk? És miben látod mondjuk még mindig egy picit a hiátusodat? Hát az orgánumom nyilván egyfajta erősség, hogy azért az átmegy a Rivaldán. Szinetár Miklós azt mondta, hogy Andrea, ha maga bejön a színpadra, magával tele van a színpad. Maga akár háttal is állhat. Ez nagyon hatalmas mondat. Igen. Nem tudom, és nem is akarom én eldönteni, hogy mik a hiátusaim, az majd a rendező felhívja rá a figyelmemet, vagy az igazgató. Én azt gondolom, tudod, hogy amíg adnak feladatokat, olyan feladatokat, amik kihívás is, de meg is tudom csinálni, addig ezeket a kérdéseket nem is érdemes feszegetnem. Igazániból akkor kell majd valami nagy tükröt elővenni, amikor nem lesznek feladatok. Amikor már nem lesz... Számolsz ezzel? Hogy egyszer jöhet egy olyan idő? Persze. Minden nap. Minden nap? Minden nap. Minden nap. És ebben kell is számolni, rengeteg feltörekvő fiatal, nagyon tehetséges trónkövetelő van, és át kell tudni adni nekik elegánsan, méltósággal a stafétát. Persze. Azon dolgozni kell, nem akarok udvariatlan kérdezni, hogy udvariatlan lenni, de azon dolgozni kell, hogy az emberben ne legyen ilyen értelemben, ha majd eljön az az idő. Már itt rossz van. Rossz indulat. Itt van? Persze. Tehát te már azt veszed észre, hogy a fénynek egy bizonyos része már kevésbé rád vetül, igen. Sokkal inkább a fény. Igen, csak nekem abban volt szerencsém, hogy pontosan akkor született a kislányom, amikor egyfajta ilyen szerepkörváltáson mentem keresztül. Tehát én már úgy mentem vissza a gyerek szülés után a színpadra játszani, hogy anyaszerepek, nagy komikai szerepek, meg mellékszerepek, kisebb szerepek, stb. És nem fájt. Tehát nekem nem a diadémot, meg a műszempillát kellett lecserélni mamuszra, meg kismamacipőre, hanem automatikusan jött ez a dolog, és nem esett rosszul, és most sem esik rosszul az, hogy már a főszerepeket nem nekem akarják adni, hanem a XY-nak, mert van még olyan feladat, amiben nagyon jól tudom érezni magam, nagyon oda tudom tenni magam, úgy megdolgozom magam rajta. És amit a legfontosabb, hogy nekem nem egy lábam van, hanem több. Tehát, hogyha éppen a színházban azt érzem, hogy most ez nem annyira engem kíván, akkor énekelek. És hál' Istennek nagyon-nagyon-nagyon sok zenés feladatom van mostanában. A televíziózást azt mondjában egészében elengedted? Én sose fogtam meg. Én azt örültem, hogy van egy olyan, ez is egy kaland volt, egy jófajta kihívás, egy olyan dolog, ami érdekelt, meg sok klassz embert ismertem meg, sok jó haverom, barátom lett belőle, sok tapasztalás, de igazándiból ez egy nagyon ambivalens dolog, mert én azt látom, hogy rengetegen kétségbe esetten kapaszkodnak a televíziózásba, mert nekik az a létezés alapfeltétele. Nekem nem. Tehát, hogyha nincs tévé, vagy lekapcsolják az áramot, én még akkor is fogok tudni énekelni, remélem. Azt jól gondolom én, hogy a Szulák show-t, tehát a nagy kiszerelésű show műsort, azt sokkal kevésbé élvezted, mint mondjuk az Activity-t? Igen, mert az Activity játékos. Tehát egy tét nélküli, önazonos, derűs, szabad valami. Nem voltál önazonos a Szulák show-ba teljesen? Nem voltam szabad. Uh-huh. Mi olyat kellett csinálnod, amivel szemben voltak elvi kifogásaid? Nem mindig azokkal, nem mindig olyan témákról, nem mindig olyan kontextusban
beszélgethettem, amit én élveztem, vagy szerettem volna. Akkor mondom konkrétan, nem egy kicsit túl bulvár kérdéseket kellett időnként feltenned olyan emberekkel szemben is, akikkel adott esetben te privát tím jó viszonyt tápoltál? Nyilván ilyen is volt benne, de hogyha az ember kiáll a sarokra, akkor ne csodálkozzon, hogyha leszólítgatják. Amikor én igent mondtam arra a felkérésre, hogy legyen egy önálló műsorom, akkor én nem voltam azzal tisztában, hogy ez egy csomó minden ennyire mesterkért lesz benne. Én azt hittem, hogy ugyanúgy, ahogy most leülünk, dumcsizunk erről, arról, utána olvasok, kicsit megkérdezem, hogy amik engem érdekelnek, amik még más nem kérdezett meg. Tehát olyan természetesen, magától értetődő módon gondoltam én a beszélgetést. Én nem tudtam, hogy ennek rengeteg technikai, meg egyéb paramétere is kell, hogy legyen. De hát felvilágosultam, hogy de. És aztán előbb vagy utóbb ennek a dolognak vége is kellett, hogy legyen. Így. Rajtad múlott? A sorson. Tehát amikor várandós lettem a kislányommal, akkor ez volt az a pont, amikor azt éreztem, hogy oké, most kell ezt a dolgot szépen elengedni. Most van rá magyarázat is, meg indok. De jól emlékszem arra a mondatodra nemrég megjelent könyvedben, hogy a műsor producerével nagyon sokáig tartott még mi barátságba vagy jó viszonyba kerüljünk? Inkább azt mondanám, hogy intim, tehát közeli viszonyba. Nagyon sokáig munkaadó és munkavállalói viszonyunk volt, tehát nem ez a hátba veregetős, hello, szia, hogy vagy viszony volt. Ezt gondolom nem rajtad múlott. Én olyannak gondollak téged, aki például egy színházi millióbe a díszletmunkással is abban a pillanatban remek viszonyt vagy képes kialakítani. Ez nagyon érdekes dolog, mert ez egy ilyen agyon Isten, fogadj Isten dolog. Tehát nagyon vicces dolog, egy türeményes, csodálatos fiatal színésztő van most az Operettszínházban, a Gubik Petra, aki 20 nem tudom hány éves, de nagyon érett művésznek tartom én már most. És amikor először dolgoztunk együtt, akkor rettetesen zavarba volt, mert nem mert engem leszijázni. És megfenyegettem, hogyha nem fog engem leszijázni, akkor rossz hírét keltem. És akkor mondtam, de hát olyan... És nem azért, mert ő nem jól tájékozódik az emberek között, hanem azt mondta, hogy valami olyan tiszteletet érzett irántam, hogy nem mert, hogy rögtön olyan hátba veregetős lenni, na hello, hello. Tudod? Tehát ez egy ilyen furcsa dolog. Van jó ahol... is ő érzés neked, nem? Valahol belül. Na, hát néha igen, néha nem. Tehát attól függ. Hát ez szerintem... Tehát amikor ilyen 30-as, 40-es csinos férfiak mondják, hogy művésznő, kaphatok egy autogramot anyukámnak? Azért ott úgy el kell gondolkodni, hogy hát jó, persze. Érted? És visszatérve, vagyis hát a félretéve a tréfát, hogy bizonyos viszonyrendszereket kialakítani, az nem mindig az én döntésemen alapszik, hogy én mennyire vagyok jó fej vagy nyitott, hanem van, ahol az embert túltisztelik, van, ahol kutyába se veszik. Azt mondtad egy helyütt, hogy nagyon sokszor belém törölték a fejembe a cipőjüket, de úgy gondoltam, hogy ezek elősegítik az én előrejutásomat, és ennek ez az ára. Mire mondtam ezt vajon? Hát ez az. Én is erre lennék kíváncsi, hogy mikor történhetett mindez? Melyik időszakban a te életednek? Amikor méltatlanságok értek téged, és úgy gondoltad, hogy nyelni kell, mert valószínű, hogy ha most feladom, akkor... Én azt gondolom, hogy ez egy általánosságban az egész létezésünkre van érvénnyel. Tehát mindenki megpróbál úgy élni, hogy az elszenvedett sérelmét valahogy feldolgozza. Csak van, aki nem képes rá. Én pedig úgy döntöttem, hogy képesnek kell lennem rá, hogyha tovább akarok élni. Mert bennem ez az életösztön, ez elég erős. Annak ellenére, hogy néha azt mondom, hogy jaj. De igen, tehát én szeretem ezeket a dolgokat magam mögé gyűrmölni. Ez tudatos munka, vagy egész egyszerűen az alkati sajátosság, hogy az ember ilyen, hogy egy idő után... Tudatos. Tudatos? Ez az egy biztosan tudatos. Tudnélik, nagyon érzékeny is vagyok, és nagyon megszenvedem a méltatlanságokat. Talán jobban, mint sokan. A barátaim szokták mondani, hogy jaj, melyet túlreagálod.
ilyen vagyok. Tehát ilyen nagy amplitúdok vannak, de az életigelés mindig erősebb bennem, mint az a fajta hajlam, hogy akkor itt vége van, és akkor fejezzük ezt a dolgot be. Még egy idézetet azért mondanék. Meglepett egy picit, azt mondtad, hogy mondjuk meg őszintén, hogy a nagy, szenvedélyes lobogószerelem az a tizenévesek sajátja. Mindig elgyengülök, amikor 40-es, 50-es évek, 50-es emberek erről beszámolnak, de nem hiszem el. És az jutott eszembe, hogy csak nem ilyen rezignáltan gondolsz ma például a szerelemre. De miért? Nem tudom. Mert ezt gondolom. Mert a tapasztalatok, a megélt élettörténetek, a realitások, a körülmények, azért arra fajta lobogó, ész nélküli ösztönből, génekből, hormonokból táplálkozó indulatokat lekorlátozzák. Tehát amit mondjuk egy tizenéves Romeo meg egy Júlia érez, azt egy 50-es Romeo meg Júlia nem biztos, hogy úgy tudja már megélni. Nem is biztos, hogy fontos. Másképp kell, tehát majd utána fogok olvasni a világirodalomban, hogy a szépkorúak szerelme az hogyan tud igazándiból izzóvá válni, vagy tud-e, vagy kell-e. Ilyen értelemben nincs is igényed, hogy úgy pillangók repkedjenek a lelkedbe, és úgy észlesztő módon szerelmes légy? Dehogy is nincs. Ezért nézek jó sok romantikus filmet, azokkal jókat lehet bőgni. Nem, dehogy is nincs, de van. Van, abszolút van. És ha van, akkor meg miért mondasz ilyet? Hogy nem hiszek én ebben. Azt nem mondtam, hogy igény nincs rá, csak azt nem tudom, és akkor most finomítom, amit ott mondtam, hogy ilyen van-e? Hogy tud-e lenni? Nyilván az érzés meg tud születni, de hogy ez aztán mennyire tud manifestálódni, vagy mennyire tud létezni a harmadik, az ötödik, vagy a 25. randevú után, ezt nem tudom. Nem megyünk át bulvárba, de most gyötrő magányba töltöd mindennapjaidat, vagy ilyen értelemben van azért, aki leköti ilyesfajta energiáidat? Egyik sem. Egyik sem. Egyik sem. Hát akkor mit kívánok ezzel kapcsolatban, hogy bizonságot nyerjen az a mondat, amiről beszéltünk, nevezetesen, hogy nem hiszel benne, hogy mégiscsak van, és lehet. Tudod, én ebben úgy vagyok, hogy ezek ilyen... A szerelem az egy ékszer. Ékszereket nem kérek. Egészséget kérek, derűt kérek, szeretetet, sok-sok szeretetet. És akkor ebben tulajdonképpen megvan minden. Az összes többi, ami hozzájön, azok tényleg csak mint a karácsonyfa díszek, ugye az embernek az életét díszítik, de nem abból áll a, nem abból áll a karácsonyfa. Ezek klassz dolgok, ha vannak, de ha nincsenek, attól az a fa még él. Hát éljen a fa, de azért legyenek ezek a dolgok. Köszönöm szépen. Örülök, hogy láttunk. Köszönöm.